Na figyelem, az alábbi videón látható lesz az, hogy hogy kell ABS műanyagot acetonnal gőzölni. Csináltam hozzá egy frankó kis szerkezetet, aztán mindjárt meglátjátok. Ez itt az aceton, baloldali kis üvegbe. Amit most beleöntök, az pedig baromira forró víz lesz. Nem forrásban, de jó lesz. És belerakom igazából az acetont, amitől elkezd baromira párologni. Nézni. Le kell szépen szigetelni. És akkor van itt egy frankó kis kapcsolóm, amivel bekapcsolom a benne lévő ventilátort. És amit igazából ebben az esetben figyelnünk kell, ő lesz az. Ő Ottónak az egyik kis műanyag darabja. Pedig szépen látható módon, pillanat, már párásodik is az aceton, és oszlik el. Az ABS gőzölés lényege az, hogy ezek a kis barázdák, amik 3D nyomtatáskor keletkeznek, akkor nagyrészt el fognak tűnni. Ennek hatására erősebb lesz az ABS-ek közötti, és hát az ABS rétegek közötti kötés. Szemlátomás, ez hatásos. És büdös. Ajánlott akkor csinálni, srácok, amikor manikűröztök, meg festitek a körmöteket. Na most az egész folyamatot biztosan nem fogom végigmutatni, de ez már bizony működik. Úgyhogy köszi a figyelmet. Még annyit megmutatok, hogy a fő gépezet az igazából ő. Ott a sok-sok-sok duct tape alatt és a celofán alatt egy ventilátor van, minél jobban légmentes szigetelve. Itt a kicsi varázs dobozom, az igazából csak egy 12 voltos adapter van benne, meg egy pillanatkapcsoló vagy egy fix kapcsoló, hogy hogy akarom meghajtani a ventilátort. Semmi ördöngőség. Erre pedig az a cső, az egy üzemanyagcső. Tehát egy BMW-be való, de bemész a Unixhoz és bármilyet veszel, vagy egy bármilyen autós boltba, hogyha bárd is vagy oda is. Most már párásodunk, úgyse látnánk sokkal többet. Úgyhogy erről szól a játék. Köszi a figyelmet, jó 3D nyomtatgatást!